Április végéig 800 ezeren kapták meg postán a bevallási tervezetüket a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 nappal a leadás határideje előtt 170 ezer adóbevallást már feldolgoztak a DAM-nál. Ebből 50 ezer adózó postai úton küldte meg adónyilatkozatát, 300 ezer tervezetet készített az adóhivatal, amiből 20 ezeret fogadtak el változtatás nélkül az adófizetők. Május 22-én éjfélig lehet elektronikusan benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé az adóbevallásokat. Itt a bevallási tervezet nagyon sokat segít az adózóknak abban, hogy ezt a feladatukat teljesítsék. Pontosabban, hogyha valaki nem szeretné a bevallását személyesen benyújtani, akkor nagyon egyszerűen az ügyfélkapun keresztül megteheti, elfogadja a tervezetet. Hogyha semmit nem tesz vele, akkor is elfogadottá válik ez a bevallási tervezet. Kivételt képeznek azonban az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek. Nagyon fontos, hogy nekik meg kell tenni azokat a kiegészítéseket bevallásukban, amiről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincsen tudomása. Magyar Norbert elmondta, a NAV május 22-éig hosszított nyitvatartással várja az adózókat. Természetesen vannak olyanok is, akik ügyfélkapuval nem rendelkeznek, illetve postai úton kérték meg a bevallás tervezetüket, vagy akár személyesen akarják az ügyfélszolgálaton leintézni. Őket május 22-én este 8 óráig várják az ügyfélszolgálaton Nyíregyházán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. Azonban, hogyha valakinek a bevallási tervezete már elfogadásra került, tehát hogyha az ügyfélkapun keresztül elfogadta, és esetlegesen ki is nyomtatta, nem kell behoznia semmiképpen, hiszen itt az ügyfélszolgálaton nagyon hosszúak a várakozási idők, tehát hogyha valaki ügyfélkapuval rendelkezik, annak a bevallása már elfogadott. Akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy az 1+1%-os felajánlásban, azoknak a NAV a 1819-es telefonszámon információs vonalat üzemel, amit munkaidőben este 6 óráig hívhatnak az adózók.